Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére március 15-én városi megemlékezést tartottak a Petőfi szobornál. Ma 1848. március 15-ére emlékezünk, amikor Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és társaik, a márciusi ifjak, akik az önrendelkezés, a sajtószabadság, a cenzúra eltörlése és a többi 12 pontba foglalt követelés nyomán lobbantották fel a forradalom lángját, mely az egész nemzetet megmozdító szabadságharcban teljesedett ki. Erre a dicsőséges és hősi időszakra emlékezünk ma is, mint minden év márciusának idusán. Emlékezünk 1848-49 neves és névtelen hőseire, a 80 haraszti nemzetőrre, haraszti földben nyugodalmat talált veterán honvéd tisztjeire, Rajkovics Károly főhadnagyra. Az ünnepségen közreműködött Ficere Béla színművész. Emberek, polgártársak, magyarok! Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra, az árbolt és vitorla megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, habár fölül a gálya, s alul a víznek árja. Azért a víz az úr! Emberek, mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Egy. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Kettő. Felelős minisztériumot Budapesten. Három. Évenkénti országgyűlést Pesten. Négy. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Öt. Nemzeti őrsereg. Hat. Közös teherviselés. Hét. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Nyolc. Esküdtszék. Képviselet egyenlőség alapján. Kilenc. Nemzeti bank. Tíz. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. 11. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. 12. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség! A megemlékezés alkalmából fellépett a Gerlice táncegyüttes. Az ünnepi esemény koszorúzással zárult. Elsőként felkérném Lehel Endrét és dr. Berecki Pétert, hogy helyezzék el a város koszorúját. Felkészül a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat.